Im Komitat Branau wurde ein dreitägiges Programm für die an der Spinnerei Interessierten organisiert. Die Spinnereikonferenz und der Meisterkurs begannen in Pecsvár und wurden in Pál fortgesetzt. Am dritten und letzten Tag konnten sich die Besucher mit Várkon vertraut machen, wo der Vormittag im Landhaus begann. Tehát ez egy műemlékvédelem alatt álló épület, 1800-as években készült, és tulajdonképpen két részre bontható. Van egy sárközi szoba, mert hogy Zengővárkony az alapvetően a sárköznek egy kis csücske, tehát egy ennek megfelelően berendezett szoba, illetve a szalmakincstár 30 országból 600 szalmatárgy található a tájházba. A háromnapos rendezvénynek a címe az volt, hogy fonódások a zengő alján. Vagyis olyan vendégeket vártunk, akik valami módon érdeklődnek, kapcsolódnak a természetben található fonható anyagokhoz. Ez alatt gyékény, sás, káka, csuhé, és hát természetesen szalmát kell érteni, és ők érkeztek az ország minden részéből, körülbelül 30 vendégünk volt a három nap alatt, és hát a csúcspontja a rendezvénynek, és a záró nap, az a mai nap, ami kapcsolódik az Ars Sacra összművészeti fesztiválhoz, és ezért a mai napon lélekmadarakat fognak készíteni a résztvevők, a konferenciának a résztvevői, illetve bárki, aki a meghirdetett program jelentkezett és eljön, lent a Császár János közösségi házba fogjuk készíteni, és kertcsinálónak a gangon föllógattunk néhány ilyen lélekmadarat, hogy aki váratlanul erre jár, ő is kedvet kapjon és lejöjjön és készíthessen ilyet. Die Ausstellung im Heimatsmuseum befasst sich nicht ausschließlich mit deutschen oder ungarischen Menschen. Hát a németek kis készítettek díszeket, de egyébként 35 országból van itt összegyűjtve szalmából készült tárgyak a múzeumban, ami teljesen egyedülálló, egész Európában nincs több ilyen múzeum, ez az egyetlen. Nach der Ausstellung wurde die Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus fortgesetzt und endete mit einem gemeinsamen Mittagessen. A mai programra bárki jöhet, tehát nem is kellett bejelentkezni. Magára a háromnapos konferenciára természetesen ugye ott szállást kellett rendelni, és étkezést biztosítani, tehát az egy jelentkezéshez kötött program volt. Most ehhez a rendezvényhez, tehát a fonódások az engő alján, ez most itt egy egyszeri alkalom, de az évnek karácsonyhoz, húsvéthoz, illetve Péter Pálhoz kapcsolódóan mindig vannak egynapos családi rendezvények, mert hogy alapvetően azért a gyerekeket, a fiatalokat is szeretnénk megszólítani, hogy ezek csodálatos anyagok, érdemes belőlük készíteni akár játékokat, szívecskét, ajándékot, vagy használati tárgyakat, a felnőttek pedig hát a múzeumnak a meglátogatásának örvendenek. Im Várkon spielen ungarische Traditionen neben dem Kunsthandwerk eine große Rolle im Leben des Dorfes. Die hier lebenden Ungarndeutschen haben auch die Möglichkeit, ihre eigene Kultur zu erleben, und zwar vor klein auf. Azt érdemes tudni, hogy itt van egy német önkormányzat, ami körülbelül 10 éve működik. Szoktak tartani ilyen német napokat, ami most volt, augusztus utolsó napján. Jaj, van egy német disznóvágásunk, az minden évben egyszer van. Szokott lenni még rétes napunk is, tehát rétest készítünk. Egyébként az óvodában tartanak német oktatást, de hát ugye ez egy magyar falu, tehát itt nem nagyon volt német oktatás régebben, most már van. Úgyhogy tanulnak németül a gyerekek, meg az iskolába is. Laut Aufzeichnungen leben im Dorf seit den Türkenflucht Deutsche und ihre Kultur wird auch heute noch gepflegt.